Ez egy korai fajta, látszik is, hogy itt már a virágzás sokkal előrébb van. Ez a fa nem fog kibírni mínusz egy foknál többet, lehet a mínusz egyet sem. Ha továbbra is marad a hideg és csapadékos, szeles április, akkor itt az ideje tenni valamit a fagykárok ellen. Az elmúlt években fagyvédelmi gyertyákkal is próbálkoztunk. Ez is segít, de ebből rettenetesen sok kell egy ültetvénybe, és hát ez egy költséges mutatvány. Az alábbi praktikák segítségével megvédhetjük a még épp virágainkat. Ha az előrejelzések fagyokat jósolnak, akkor várjunk alkonyatig, majd vigyük be a cserepes növényeket, hiszen sokkal érzékenyebbek a hidegre, sőt a gyökérzetük is sokkal könnyebben károsodik. Válasszunk egy olyan helyet, ami nem túl meleg. Ez fontos, hiszen a hirtelen hőmérsékletváltozás sokkot okozhat. Például egy garázs vagy egy fészer ideális lehet. Mielőtt bevinnénk őket, győződjünk meg arról, hogy nem betegek-e, és nincsenek-e rajtuk kártevők. Éppen ezért tartsuk őket távol a szobanövényeinktől. Ha a fagyveszély elmúlt, akkor reggel tegyük vissza őket a helyükre. Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, de a talaj nedvesen tartása segíthet megvédeni a növényeket a hidegtől. Ha most jó idő lesz, és ezek a bimbók, ezek a piros bimbók is mind kinyílnak, úgy, ahogy már itt látható, akkor vége, ezzel már nincs mit megmenteni. Ha hűvösebb lesz az idő, jönne egy csapadékos hétvége, akkor lenne remény. Tehát most arra várunk, hogy beboruljon, és legyen nedvesebb a hétvége. Még az is jó lenne, hogyha esne az eső, vagy párás lenne a levegő, mert akkor gyakorlatilag az kiválthatná az öntözést. A nedves talajnak szigetelő hatása van, ami aztán éjszaka hőt sugároz felfelé. A tavalyi év extra megpróbáltatások elé állították a fákat, óriási volt az aszálykár, tehát eleve egy gyengébb állapotú kertet tekinthetünk most meg, és hála Istennek most még nincsenek olyan állapotban a virágok, hogyha mondjuk ma este fagyna, akkor félnünk kellene, de ha mondjuk jó idő lesz szombaton, vasárnap, és kinyílnak teljesen, akkor egy mínusz egy-két fok az elviheti ismét a termést. Természetesen mindenre készülünk, az elmúlt évek folyamán már tudjuk, hogy hány fokot lehet emelni a fagyvédelmi gyertyákkal, füstöléssel, öntözéssel, de ha például ilyen szél lesz, mint most, akkor nem sokra fogunk menni a füstöléssel. Gyakorlatilag ebben az időszakban szerintem minden termelő az időjárás előrejelzést nézi. Nagyon fontos, hogy meddig fog tartani a hideg, ha lesz hideg, mert ha csak napkeltekor lesz egy mínusz egy-két fok, az még talán elviselhető. Ha már derült az ég és éjfélkor nulla alá esik a hőmérő higanyszála, akkor gyakorlatilag nagyon nehéz bármit is tenni. Az is nagyon fontos, hogy egy éjszaka, egy hajnal, vagy úgy, mint az előző években zsinórban, több hajnalban is kaphatunk mínuszfokokat. Hát ilyenkor szerintem mindenki megtesz mindent, meg lehet, hogy még imádkozik is egy kicsit. Ha az öntözés mellett döntünk, akkor mindenképpen délben tegyük, amikor már valamelyest melegebb az idő. Amikor már hatalmas földterületeket is fenyeget a fagy, akkor a gazdák különféle módszereket alkalmazhatnak a szél szimulálására. Ezeket nagy ventilátorokkal tudják előidézni, vagy alacsonyan repülő helikopterekkel, így a levegő megfelelően fog áramlani a növények fölött. Noha egyik sem praktikus és könnyen kivitelezhető a kertben, a fagykárok megakadályozására a légmozgás nagyszerű célt szolgál. Ha például kisebb ventilátorokkal kísérleteznénk, nagyon fontos, hogy ne olyanokat használjunk, amiket benti hűtésre gyártottak. Léteznek már kültéri használatra készített ventilátorok is, amik állják az időjárási körülményeket. Ha tudjuk, tegyük őket védett helyre, és tegyük lehetőleg magasabb helyre, hogy a melegebb levegőt tudja fújni.